Köszöntöm kedves nézőinket az Egyenleg mai adásában, és ahogy ígértük, ma este vendégünk Mészáros András, az Európa Kulturális Főváros Program főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kedves nézőink, ahogy ez szokásos, ez a műsor az önöké is, tehát várjuk az önök véleményét, észrevételeit, SMS-eit, az itt látható elérhetőségeken, írjanak, telefonáljanak, fórumozzanak. A forum@spectv.hu internetes cím is a rendelkezésükre áll. Amiről pedig ma este Mészáros úrral beszélgetni fogunk, az egy Egyenleg fölrajzolása, legalábbis meg kell, hogy lássuk, hogy ha most meghúzzuk az LKF egyenlegét, mi van a pozitív és mi van a negatív oldalon, és nagyjából egy pillanatképet próbáljunk meg fölfesteni, fölrajzolni a következő egy órában az Európa Kulturális Fővárossal kapcsolatosan. Tehát várjuk az önök észrevételeit. Hát nem eseménytelenek a napok mostanában, hogy érzi ön ezt, hogy pörög rendesen a dolog az LKF körül? Pörög, és azt gondolom, hogy ez így van rendjén. Persze a csatazaj az lehetne kisebb is. Én most úgy érzem, hogy az energiánk jelentős része a hárítással telik el. Jobb lenne, hogy ez fordítva lenne, és munkára többet tudnánk figyelni. Mi készítettünk jó néhány összeállítást, pontosan 5-öt azért, hogy nézőink is megismerjék az Európa Kulturális Főváros Program beruházásainak helyszínét, és ezekről is most néhány szót ejtsünk, hiszen mindenki arról beszél, hogy ezek le vannak maradva, el van csúszva, lehetetlen már, hogy megvalósuljon. De hát ugye alapvetően egy nagyon nagy kérdés van. Muszáj ezeknek megvalósulniuk 2010. január 1-ére? Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy létrejöjjenek. Mindig is azt hangoztattam az elmúlt 8 hónapban, hogy az LKF nem a betonról szól, sokkal inkább a programról, sokkal inkább, hogy milyen nyomot hagy Pécs életében, és milyen lehetőségeket teremt meg ez a lehetőség 2010 utánra, 10-15 évre meghatározza a város életét. Mielőtt azonban ebbe belecsapunk, van egy személyes dolog, amit meg kellene beszélnünk. Az ön fizetése az utóbbi időben a sajtóban napvilágot látott. Én megmondom őszintén, én nem szeretek ilyet kérdezni, mert az én személyes véleményem az az, hogy ez mindenkinek a magánügye. De hát mégiscsak valamiféle közpénzből történik az ön díjazása. És hát itt 2,5 milliós összegekig is elmentek a satszolások és a történések. Azért én azt gondolom, hogy ugyan ez tényleg nem tartom egy nagyon európai dolognak, hogy ilyesmiről beszéljünk, de annyit írtak róla és beszéltek, hogy én szeretném önnek megadni a lehetőséget, hogy ezt elmondja, hogy ez hogy van és miként van. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy bár nem illendő, főleg nem az európai kultúrában nem illendő más ebében turkálni, de ez a személy kivétel vagyok, hiszen közszereplő vagyok, és azt gondolom, hogy ebben a minőségemben joga van a közvélemények tudni, hogy én mennyit keresek. Egyébként ez publikus volt attól a pillanattól kezdve, amikor 2007. június elején engem megválasztott a közgyűlés, illetve másnap a taggyűlés megerősítette ezt. Akkor az a döntés született, hogy 1,5 millió forint bruttó fizetést határozott meg mindkét testület, ez azóta nem is változott. A hír, ami megjelent, az mondhatnám azt, hogy egy hatalmas nagy kacsa, de ennél több, azt gondolom, hogy ez egy nagyon bántó történet, főleg azért, amilyen indulatokat keltett itt a városban. Szeretném leszögezni, hogy amióta ezt a fizetést megalapították, semmilyen prémiumot nem vettem föl sem év végén, sem azóta, arról aztán meg végképp nincsen szó, hogy havonta 600 000 forinttal, vagy így mondhattunk volna akár 6 millió forinttal többet sem vettem föl. Van egy prémium kitűzésem, mint minden gazdasági vállalkozásnál, a tulajdonos, itt a taggyűlés meghatározott egy prémium feltételrendszert, amiről majd tavasszal döntenek, és meghatározzák azt, hogy a korábban kitűzött szempontoknak megfeleltem-e, ha igen, milyen mértékben, és ennek alapján hogyan gondolják, milyen mértékben részesülök. Utána majd én eldöntöm, hogy ezt a pénzt, hogyha lesz egyáltalán ilyen, felveszem-e, vagy esetleg valamilyen más célra fordítom. A társaság érdekei nyilván azt kívánják, hogy ön a lehető legjobbat nyújtsa. Mik ezek az elvárások? Hát ez nézene felsorolni, kb. 18 ilyen pontot határozott meg a taggyűlés. Ezek olyan mérföldkövek a projekt, a program életében, amelyeket el kell érnem, el kell, hogy érjek a munkatársaim segítségével az együttműködés során. Azt gondolom, hogy ebben most ember részleteiben fontos mérföldkövek, amelyek meghatározzák, hogy a projekt sikeres legyen. Mi múlik önön? Hát részben ez rajtam is múlik, de persze múlik nagyon sok olyan szereplőn, akivel együttműködünk. Tehát ebben az értelemben én függök másoktól, mint hogy mások is függnek attól, hogy mi hogyan dolgozunk. Ebben az egymás utaltság azt gondolom a fontos, és nem is az a pénz, amit ezért lehet kapni. Én azt gondolom, hogy ebben a munkában elkötelezett emberek dolgoznak, függetlenül attól, hogy pécsiek, nem pécsiek,
a Marsról jöttek, vagy a Holdról, azon az a fontos, hogy ki milyen mértékben áll ki a város érdekében. Oké, de ezt most én nekem még egyszer meg kell kérdeznem. Mi az, ami konkrétan önön múlik? Tehát mi az, amire ön azt gondolja, hogy lehet, hogy nem jól kérdezem, hogy az ön felelőssége? Így már érted a kérdés. Bocsánat akkor. Néhány nap ezelőtt megkérdezte egy újságíró, hogy tulajdonképpen mi is az én munkám. És akkor én hosszasan válaszoltam, és elmondtam, hogy mi mindennel foglalkozom. Aztán éjszaka hazatérve végig gondoltam a napot, és eszembe jutott ez a beszélgetés, és aztán rájöttem, hogy nem jól válaszoltam. Az a pontos válasz, hogy az én feladatom kb. 2 percenként meghozni egy-egy döntést, és arra törekedni, hogy ezek a döntések egymásra épüljenek, és ezeknek a döntéseknek a konzekvenciáit nyomon tudjam követni, majd az ezekből következő újabb döntéseket meghozzam. Méghozzá úgy, hogy megfelelő módon egyeztessek, konzultáljak minden olyan partnerrel, együttműködő féllel, legyen az kormányzati, városi vagy más hatóság, akik ebben a projektben részt vesznek. Tehát ami rajtam múlik, hogy megfelelő döntéseket készítsek elő, és hozzak meg abban a kompetencia rendszerben, amiben én dolgozom. Köszönöm. Ez érthető válasz volt. A másik egyszerű kérdés, viszont el is nagyon bonyolultan is lehet válaszolni, meg borzasztó egyszerűen is. Mielőtt belekezdünk a beruházásokba, hogy mi a cél az LKF beruházásokkal? A város belvárosának a megszépítése, rendberakása, vagy esetleg egyfajta kinyitása, a város megnyitása? Ezért ez nagyon egyértelmű, még sosem hangzott el. Hadd kezdjem egy kicsit messzebből, és igyekszem nem nagyon túl komplikálni a választ, és nem elnyújtani. Azt gondolom, hogy abból kéne kiindulni, hogy nem véletlen, hogy Pécs esetében meg kell építeni néhány épületet. Hiszen ha ezek az épületek már itt lettek volna, lenne egy megfelelő méretű koncertközpontja, vagy konferenciaközpontja Pécsnek, lenne megfelelő méretű királlítóterme, vagy a közterei olyan állapotban lennének, hogy nem kell hozzányúlni, akkor nem kéne ezzel foglalkozni. Azt a példát hoznám elő, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt, amikor még a régi politikai rendszerben, az NDK-ban szinte minden kisfaluban volt korcsolyapálya, akkor az NDK-ban nagyon neves, világhírű világbajnokok, olimpiai bajnokok születtek korcsolyázásban. Magyarországon pedig volt összesen mondjuk egy korcsolyapálya. Ugye ez a hasonlat érvényes ránk, hiszen Essenben minden bizonyosan nem építenek koncerttermet, ott bizonyosan van több, Isztambulban szintén, hiszen nagyságánál fogva egészen más adottságok rendelkezik, ezeket nem kell megépíteni. Tehát Pécsnek erre szüksége van. Hogy a konkrét kérdésre válaszoljak. Azt gondolom, hogy a cél az, hogy mindenképpen a belvárosból kihúzzuk a kulturális élet lehetőségeit, a Zsolnai negyeddel, a Balokánnyal megnagyobbítjuk a belvárost, és olyan módon kötjük majd össze ezeket a projekteket, hogy ez gyalogosan vagy más módon megközelítő legyen, és szerves részét képezze a belvárosnak. Köszönöm. Akkor lássuk konkrétan, hogy miről van szó. A legfrissebb, mondjuk úgy, hogy a legfrissebben kialakult problémakör most a nagy kiállító tér körül van. Nézzük meg, hogy mit tudnak erről kollégáim. A 3,5 milliárdosra tervezett nagy kiállítótér ügyében tegnap fordulat következett be. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium egy állásfoglalást tett közzé, amely szerint a projektben szereplő, az időszaki kiállítások tartására tervezett kiállítóteret a Zsolnai negyedben kellene megépíteni. Kérdés, hogy ebben az esetben mit lehet kezdeni azzal a nyertes pályázattal, amelyet egy 9 tagú budapesti csapat nyert Somosi János vezetésével. A projekt egyéb elemeinek megvalósítását, a Káptalan utca megújítását, az itt látható múzeumok, műemléképületek, kertek rekonstrukcióját a minisztérium a továbbiakban is támogatja, és az ehhez szükséges 1,1 milliárdot rendelkezésre bocsátja. A minisztérium álláspontja szerint a módosítás értelmében lehetővé válik a Káptalan utcában található szabadtéri színpad felújítása is. A változtatások eredményeképpen felszabaduló több mint 2,3 milliárd forintot továbbra is a város használhatná fel. A Területfejlesztési Minisztérium szerint érdemes lenne egy új városrehabilitációs projektet megvalósítani. Ehhez kapcsolódó hír, hogy a megyei önkormányzat mai ülésén, ahol ön is ott volt,
a megye kiszállt ebből a projektből, tehát gyakorlatilag a projekt gazda nélkül maradt. Most mi lesz? Én nem látom ennyire drámainak a helyzetet. Mindazáltal azt azért el kell mondanom, és ezt elmondtam ott a megyei közgyűlés előtt is, hogy nagyon sok hónapi közös munka van eddig mögöttünk. Azt is elmondtam a közgyűlésen, hogy nagyon jó volt a megye munkatársaival, a vezetővel együttműködni, nagyon jó szakmai munka volt, és az elmúlt néhány hónapban eljutottunk egy olyan megoldásra, amik úgy tűnt, hogy megépíthető és fenntartható. Ebbe a helyzetbe érkezett Bajnai miniszter úr levele, amelyik, hát ahogy az ismert, elég sok kérdést vett fel, és azt javasolja, hogy a korábban kidolgozott 8 alternatíva közül ne az úgynevezett H-alternatívát, amelyikben egyébként megegyeztünk és maradtunk, hanem egy másik alternatívát, az E ponttal jelzett lehetőséget valósítsuk meg. Ez annyiban változtatja meg a helyzetet, hogy az egyébként az alapkoncepciónak megfelelő lehetőséget biztosítja, vagyis ha a színházi példával élek, befogadó színházként vagy időszaki kiállításokra alkalmas területet a Zsolnai negyedbe irányítja át, ott ez megvalósítható új terv pályázat kiírása nélkül, többletköltség nélkül, és megtartja azt a egyébként a projekthez tartozó feladatsort, hogy a Káptalan utcában lévő múzeumokat fel kell újítani, a Káptalan utcát magát fel kell újítani, és az ottani úgynevezett utcabútorzatot is újjá kell varázsolni. A szabadtéri színpaddal együtt. Erre ki akartam tenni, ez egy külön fontos része a történetnek, mert hiszen eddig a projektnek része volt az, hogy le kell bontani a színpadot, már akkor meg kellett volna bontani a színpadot és a nézőteret, amikor a régészeti ásatásokat elkezdtük volna. És én azt hallom, érzékelem, hogy a városnak és lakóinak borzasztóan fontos volt ez a színpad. Ahogy elhangzott a bejátszásban, arra is van lehetőség, hogy a megmaradt pénz egy részét arra fordítsuk, hogy ezt a nézőteret, színpadot megújítsuk, modernizáljuk, és ezáltal azt gondolom, hogy a nehéz helyzetben mégiscsak valami pozitívumként felmutatható. Meggyőződésem, hogy további megbeszéléseket kell folytatni ez ügyben a megyével is, bár ma azt nyilatkozta elnök úr, hogy a megye ebben a helyzetben hivatkozza a múzeumi szakemberek véleményére nem kíván részt venni. Én azt gondolom, hogy erre még vissza kell térni. Hát, hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk ebben a problémában, és még egy gondolatig azt ajánlom, hogy menjünk, akkor ugye a következő kérdések merülnek föl. Mi történik a megyei kiállítóterek és múzeumok elhelyezésével ebben az esetben, mondjuk ez az E-variáció? Tehát például először is az se jött át a sajtón, hogy ez egy kidolgozott variáció, amit itt tippelnek. Tehát nem úgy van, hogy a hasára ütött Bajnai Gordon, és azt mondta, hogy vigyék a Zsolnaiba. Erről van már egyfajta kidolgozott terv, hogy ilyenkor mi történik. Megmenekül a szabadtéri színpad, ami nem egy olyan nagyon rossz dolog. Most építették át 80 millió forintért, tehát én megkérdezném akkor, hogy mi lesz az a 80 millió forinttal. És megmarad a Múzeumok utcája, ami nem egy baj. Amellett ugye kihúzzák az eredeti célnak megfelelően, kihúzzák a forgalmat és a tömeget, kihúzzák a belvárosból. Lehet galériát csinálni, máshol is a világon vannak galériák kint. Arról nem beszél, hogy Barcelonában a Miró galéria például fönn van a helytetőn, tehát ez azért nem egészen ugyanaz. Ilyen történhet, fel lehet vállalni ilyen döntéseket. Ugyanakkor mi fog történni például akkor a múzeumokkal, amelyek egyébként most elég rossz állapotban, mondjuk a Csontváry? Ez elvezet egy másik egészen friss információhoz is, amelyben az történt, hogy a püspök úr egy levélben fordult a város vezetéséhez, és felvetett néhány olyan kérdést, amely egyébként, ha miniszter úr levélem is lett volna meg, akkor is azt gondolom, hogy komoly problémákat vetett volna fel ebben az ügyben. Nevezetesen arról van szó, hogy a püspök úr levele olyan problémákat világít meg, amely például a parkolás lehetőségeket kialakítását nehezítette volna meg, tehát mindenképpen ezt át kellett volna tekinteni. Hangsúlyoznám, a szabadtéri színpad fennmaradása nagyon-nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy ez jó oldala a dolognak. A Csontváry Múzeum azt gondolom, hogy majd annak az épület ugyanis csere lehetőségét veti fel az egyházi tulajdonok tekintetében. Amennyiben ez az ingatlan a város tulajdonába kerül, ez is felmerül, akkor a Csontváry Múzeum helyben maradhat. Jó, akkor most viszont a nézői kérdések jönnek. Jött egy néhány kérdés, én azt javaslom, hogy ezekre gyorsan igyekezzünk pontos választ adni. Telefonos kérdés volt, hogy a Zsolnai negyedben a Zsolnai gyár utcafronti részét felújítják-e majd?
Én azt gondolom, mindenképpen a látvány szempontjából ez elengedhetetlen, hiszen ennek egy egységes képet kell mutatnia. A Zsolnay negyed bejárásakor újságírók feltették a kérdést, hogy mennyire lesz hipermodern kinézetű ez a kultúrás negyed. Én azt gondolom, hogy az alap feltétele annak, hogy valaki megnyerje majd ezt az építészeti pályázatot, hogy megőrizze ezt a hagyományos kinézetét az egész negyed, a úgymond várfalakon belül, ami szép belőle, és ami felújítható természetesen, és azt gondolom, hogy kötelességünk az, hogy ez ne csak befelé működjön, hanem kifelé, bár sokszor az építkezéseken inkább a homlokzatot újítják fel, és belül hanyagolják el, itt fordítva se lehet ezt megtenni, azon, hogy kívül belül ezt meg kell újítani. Igaz-e, hogy a 48-as tértől lefelé minden épületet lerombolnak? Én még nem hallottam erről. Jó, hát ez ennyi. A városnak rendkívül rossz a nemzetközi megítélése, Pécsnek nincs jó híre. Mit tesznek ez ellen? Cáfolnám. Azt gondolom, hogy hát az, hogy Pécsnek a nemzetközileg rossz a megítélése... Ja, nemzetközileg nincs rossz. Figyeljek a kérdése. Azt gondolom, hogy abszolút nem így van. Szeretném jelezni, hogy nemrég, amikor Brüsszelben jártunk a Monitoring Bizottságnak jelentést tenni, azt követően az informális válaszok azt mondták, hogy pozitív megítélésünk, és azt gondolom, és úgy tudom, hogy a közeli napokban megjelenik a Monitoring Bizottság jelentése, amelyik egészen pontosan meg fogja fogalmazni, hogy elismerik a munkánkat, és néhány javaslatot tesznek, de semmifajta kritikai elem nem lesz ebben. De most ezzel viszont ön is egyetért velem, hogy most nem annyira lehet az ember büszke pécsi, mondjuk Budapesten. De én azt gondolom, hogy ha én Budapesten járok, akkor is büszke vagyok pécsiként. Én valamire büszke vagyok arra, hogy pécsi vagyok, de állandóan azt hallgatni, hogy mi van veletek ezzel az LKF-fel, ez azért ez nem annyira jó. Én azt gondolom, hogy nem mindig kellemes feladat valamit képviselni. De feladat. És azt gondolom, hogy ha meg vagyunk arról győződve, és én meg vagyok arról győződve, hogy ez egy sikeres program, akkor azt gondolom, hogy mindenkivel le kell tudni állni, vitatkozni és érvelni. Én azt gondolom, hogy ez a vélemény egyébként Pécsről nem magától alakult ki. Én meg vagyok arról győződve, hogy vannak olyan, hogy fogalmazok ilyen nagyon finoman, érdekek, amelyek azt kívánták az elmúlt hónapokban, hogy Pécsről negatív hírek jelenjenek meg. Ez most azért ne arra gondolj, de feladta nekem a labdát. Milyen érdekek ezek? Én azt gondolom, hogy nem beszélek itt titkokról. Hát azért az nyilvánvaló, hogyha mondjuk még néhány hónappal ezelőtt egy debreceni politikus fel a parlamentben, és azt követeli, hogy Pécstől vegyék el az LKF megrendezésének most jogát. Most két ilyen SMS-t is kaptunk. Akkor azt egyrészt, bár nem feladatom, nem tekinteném barátságos lépésnek. És azt gondolom, hogy még mindig vannak olyan személyek, személyiségek, hogy így fogalmazzak, akik még mindig nem nyugodtak bele abba, hogy akkor abban a versenyben más városok előtt Pécs lett az első. Miután ezek a debreceni SMS-ek itt eljöttek, amit egyszerűen nem értek, hogy egy pécsi hogy írhat ilyet, azt kell gondolnom, hogy nem értik meg az emberek, hogy mi ezt megnyertük. Tehát mi vagyunk 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa. Jól mondom? Pécs, megyejogú város, ahogy tetszik az EU norma szerint, ennek a projektnek a kedvezményezettje. Nem a magyar kormány, hanem Pécs városa. És azt gondolom, hogy ennek érdekében mindent el kell követni, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, és azt gondolom, hogy erre képesek vagyunk, a pécsiek erre képesek. Milyen pályázaton és milyen megmérettetésen nyerte el ön a posztját? Jött egy ilyen kérdés is. Mint az köztudott, nem pályázaton, hanem polgármester úr felkérése alapján gondolkodtam el rövid ideig a felkérésen, és gondoltam úgy, hogy egy korábbi nagyon jó állást feladva. Én szerintem elmondhatná ön, hogy mi volt az állásom, ezt kevesen tudják talán. Én korábban a British American Tobacco, tehát a pécsi dohánygyárt birtokló nagy nemzetközi cégnek voltam a kormányzati kapcsolatok igazgatója. Ebből adódóan rendszeresen jártam Pécsre, és így voltak pécsi személyes kapcsolataim különböző emberekkel és intézményekkel. És egy ilyen beszélgetés folyamán, amikor polgármesterrel találkoztam, akkor vetette föl a lehetőségét annak, hogy elvállalnám ezt a munkát, és némi tájékozódás után úgy gondoltam, hogy ez egy olyan lehetőség, amit meg kell ragadni, olyan alkotási lehetőség, amely mellett nem szabad elmenni. Még egy nézői kérdés. Jó lenne, ha a tereket és a Zsolnay út környékét képesek lennének befejezni 2010 elejére. Emellett újra ki kellene tiltani a forgalmat a belvárosba. Kész lesz el mondjuk az utcák terek projekt, úgyis mindjárt megyünk oda egyébként. Az utcák terek projekt az nem egy projekt, nem egy helyszín természetesen. Én azt gondolom, hogy mivel ezek a munkálatok ezen a kulcsprojekten 2008 végén kezdődnek el, és szinte mindegyik, a legnagyobb is, a Széchenyi tér is egy év alatt befejezhető, én azt gondolom, hogy az
felelős válasz, ha azt mondom, hogy 2010 elejére valamennyi közlekedés parkok projekt elkészül. Mészáros úr, ebben a városban novemberben át kellett volna adni a Zsolnai szobor környéki, a Zsolnai szobor az időben is jól elkészült, a Zsolnai szobor környéki körforgalmat. Most ma aszfaltozták. Tehát ma ugye január 31-e van. Ki lesz a felelős azért, hogyha ezek a csúszások mondjuk az LKF programokban történnek meg? Mert ez nem LKF program volt, tehát nem, nyilván nem ön a felelős. Igen, ezt már válaszolom, hogy ez nem LKF. Nem akartam, én csak szobor. Hasonlatot akartam mondani, hogy mik történhetnek. Én azt gondolom, hogy ebben nem szabad kertelni. Az egyik felelős minden bizonyal én leszek. Bizonyal lesznek más felelősek is, hogyha ezt nem tudjuk megfelelően koordinálni. Én abban bízom, hogy olyan monitoring rendszert tudunk felépíteni, tehát olyan módon tudjuk figyelmel kísérni a munkálatokat, és olyan ellenőrzési pontokat tudunk beépíteni, hogy a kivitelezőket rá tudjuk arra kényszeríteni, hogy a munkával végezzenek. És itt hadd tegyek hozzá egy nagyon érdekes mellékkörülményt, ami mellett el szoktunk menni. A városban most már egyre többen jelentkeznek, hogy magánberuházóként építenek szállodát, vagy irodaházat, fölöldalti mélyparkolót. Ha ezek a vállalkozók saját pénzükkel gazdálkodva úgy ítélik meg, hogy a most még engedélyezési folyamatban lévő projektet, például 200 ágyas, 5 csillagos szállodát élményfürdővel meg tudnak valósítani 14 hónap alatt, akkor azt gondolom, hogy mi közpénzzel bánva, ugyanilyen profi módon szervezve, ugyanilyen profi ellenőrzésbe iktatva vállalnunk kell, és versenyezni kell tudnunk ezzel a magánbefektetővel. Tehát azt gondolom, hogy ha ők erre vállalkoznak, akkor nekünk is meg kell tudni csinálni. Hát én azt hiszem egyébként, most nem akarok itt jóslásokba vagy téves visszaemlékezésekbe bocsátkozni, de az Árkád beruházás éjjel-nappal építették, 20 milliárdos projekt volt, és körülbelül ennyi idő alatt elkészült. 14 hónap alatt készült el. Hát akkor ön jobban tudja. És 40 ezer négyzetmétert tartalmazott, itt pedig egy-egy nagyobb beruházás kb. 10 ezer négyzetméter, és jó néhány olyan megoldást találtunk az elmúlt hónapokban a szakértőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a beruházások gyorsított tempóban készülnek el. Ezt a kérdést viszont fel kell tennem, ami az imént jött, mert ezt nagyon hamar el kell rendezni. Tud-e ön arról, hogy nemzetközi tekintélyű művészek bojkottálni akarják az LKF-et, sőt saját forrásaikból külön programokat szerveznek? Hadd fordítsam meg a dolgot, mert azt szoktam mondani, hogy rossz helyzetből erényt kell kovácsolni. Az egy jó hír, hogy azt szeretnék külön programokat szervezni, ezt üdvözlöm, és szívesen beszélek elők, hogy ezt hogyan tudjuk beiktatni a hivatalos, úgymond hivatalos programsorba. Én nem hiszem, hogy komolyan lehet azon gondolkodni, hogy egy ilyen projektet Magyarországon komoly ember bojkottálna. Hát meglátjuk, hogy akkor hogy zajlik majd ez a tárgyalás. A következő nagy beruházás, ez a Zsolnai negyed, amely egyébként a legképlékenyebb is, hogyha én jól érzem ezeket a dolgokat, tehát ebben nagyon sok minden változik, nagyon sok minden mozog. Kollégáim utána néztek, hogy hogyan állnak a dolgok most. Zsolnai negyed az Európa Kulturális Fővárosa program legattraktívabb, legdrágább és a legnagyobb késésben lévő projektje. A program eredetileg 10 milliárd 900 milliós költségvetését 600 millióval csökkentették. Ez a projekt a városnak 1 milliárd 35 millió forintjába kerül. A megvalósíthatósági tanulmányban leírtak alapján a negyedben itt kap helyet az Egyetem Művészeti Kara és a Mediális Művészetek Intézete összesen 10 000 négyzetméteren. A gyermek és családi negyedben lesz egy tudományos technikai kiállítás, és ide költözik a Bóbita Bábszínház. Lesz Míves negyed 8700 és Alkotó negyed 8000 négyzetméteren. A program keretében megújul a díszudvar, 15000 négyzetméternyi park, 20000 négyzetméter műemléképület, 1 km hosszú kerítés. A tervpályázatot idén január 3-án írták ki, amelyre április 10-éig várják a pályaműveket. Szóval van-e valami hozzátenni valója az imént elhangzottakhoz a Zsolnai negyeddel kapcsolatosan? Én azt mondom, hogy ezek nagyon korrekt információk voltak. Visszatérnék arra, amit mondott szerkesztő úr a képlékenységgel kapcsolatban. Valóban volt egy olyan időszak, amikor ez a projekt még képlékeny volt.
de mindegyik projektképlékeny volt, pont ez volt a lényeg, hogy az abban résztvevőkkel egy folyamatos tárgyaláson alakítottuk ki az egyes projektek tartalmát. Ezeket a tartalmakat úgy kellett összeállítani, hogy mindazonáltal a megvalósíthatóság megtörténjen, és kitöltsék azt a teret. Továbbá fenntartható legyen az az adott intézmény. A Zsolnai negyed kapcsán szeretném elmondani, hogy éppen az elmúlt napokban nagyon érdekes új projektet találtunk, és pont ez a jó ebben a fajta rugalmasságban vagy képlékenységben, hogy sok mindent be tud még fogadni, akár a Zsolnai negyed is. Ráakadtam, vagy inkább folyton mondom, rám akadt Kehidai László úr, aki, mint kiderült, több mint 10 éve kutatja a Zsolnai család történetét. Hatalmas nagy anyaggal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és egy egészen más témában kezdtünk el beszélgetni, és ahogy kiderült ez az ő tudománya és ez az ő hobbija, én megkértem őt, és a mai nappal megbíztam, hogy egy olyan projektet szervezzen és hozzon össze, aminek az a címe, hogy Hazatér a Zsolnai család. Uh-huh. Nagyon fontosnak tartom, és nagyon fontos eleme lesz ennek a projektnek, hogy a Zsolnai családdal kapcsolatos kiállítások, események lesznek itt a Zsolnai negyedben. Kehidai úr nagyon nagy neveket mozgat meg, a Zsolnai család élő tagjait fogja idehozni, akik nagy örömmel vesznek részt ebben a programban. Valami film is készül, ha jól tudom. Hát, én nagyon bízom benne, hogy ez a film el fog készülni. Hónapokkal ezelőtt, amikor Posgai Zsolt tárgyalt polgármester úrral az ötletről, hogy Zsolnai Vilmos életéről készülni egy nagyjátékfilm, akkor egy picit leült ez a történet, majd ezt követően úgy gondoltuk, hogy lökést kell adni az ötletnek. Ezért a filmjogot a KHT megvásárolta, és elkezdtünk tárgyalásokat arról, hogy hogyan lehetne ezt a filmet megvalósítani. A legutóbbi fejlemény viszont sajnálatosan az, hogy bár korábban Hiller miniszter úr támogatását ígérte a filmnek, ami egyébként nem egy megafilm, tehát nem egy 1,5 milliárdos hídember filmre kell gondolni, hanem kb. 300 milliós filmről van szó, az elmúlt hetekben indoklás nélkül ezt a támogatást visszavonta. A film egyébként előkészítés olyan szinten tart már, hogy ez év nyarán a forgatások megkezdődnének itt Pécset, pécsi szereplőkkel, pécsi helyszíneken. Én abban bízom, hogy megtaláljuk a forrásokat, akár olyan módon egyébként, ahogy a Zsolnai szobor létrejött, hogyha városnak, városlakóinak fontos Zsolnai Vilmos életéről készül film, talán az is elképzelhető, hogy közadagozásból összehozzuk a filmre szükséges pénzt. Hát talán majd, ha lesz egy film alap, akkor ez még azon tud segíteni különböző pályázati forrásokkal, mert hát annak meg az volna a dolga, hogy ilyeneket támogasson és segítsen. A továbbiakban menjünk a konferencia és koncertközpont témakörre, de mielőtt ezt befűznénk, elnézést kérek a kollégáimtól, azelőtt néhány kérdést még fel kell tennem, amit a nézők kérdeztek. Gyors válaszokat kérek. Azt mondja, hogy fontos a kultúra, de ugyanilyen nagy elánnal inkább munkahelyeket kellene létrehozni, mert nem ez lesz az emberek, mert nem lesz az embereknek pénzük művelődni, elnézést mondtok olvasni ilyen este felé. Lehet-e az LKF-ből erre fordítani? Tehát én inkább úgy fordítanám meg ezt a kérdést, hogy az LKF programoknak lesz-e munkahelyteremtő eredmény. Azt gondolom, hogy így korrekt, vagy így tudok válaszolni a kérdésre. Az előzőhöz is van egy mondatni válaszom. Európai Uniós forrásokból nem tudunk fordítani munkahelyteremtésre. Ellenben azt gondolom, hogy ha nem is maguk az LKF projektek, bár azok is azon, hogy több száz munkahelyet fognak teremteni, de az abból indukálódó Pécs iránti érdeklődés, a bízom benne fellendülő turizmus azon, hogy munkahelyeket fog teremteni, és azon, hogy erre most el kell kezdeni készülni. Ezért a munkahelyi központtal már is megkezdtünk tárgyalásokat, és kitűztük azt, hogy nagyon időn belül meghatározzuk azokat a munkaköröket, szakmákat, amelyekben mindenképpen képzést kell elindítani, hogy 2010-re megfelelő számú adott végzettségű pécsi munkaerő álljon rendelkezésre. Oké, akkor most menjünk tovább. Hangyál János készítette egyébként ezeket az összeállításokat, és az ő munkája a konferencia és koncertközpontról szóló kisfilm is. Eredetileg 7,9 milliárd forintba került volna a Pécsi Konferencia és Koncertközpont. Ám a megvalósíthatósági tanulmány alapján csak egy közel 6 milliárdos beruházás valósul meg.
Ráadásul ez a beruházás jelenti majd a legnagyobb terhet a városnak, hiszen erre Pécsnek 1 milliárd 255 millió forintot kell fizetnie. Az önerő összegét az határozza meg, hogy a központban a következő 15 évben milyen arányban rendeznek kulturális, illetve üzleti programokat. Itt már megvan a nyertes tervező, a budapesti Keller Ferenc és csapata. Kérdés persze, hogy mit lehet kezdeni azokkal a tervekkel, amelyek egy 2 milliárddal drágább elképzelés alapján születtek meg. Ide egy 1100 fő befogadására alkalmas koncerttermet terveztek 5 próbateremmel. Ennél az intézménynél a tervezett többlet támogatási igény 2010-ben 150 millió forint lesz, amely a beruházók reményei szerint 2021-től megszűnik, és az üzemeltetés nyereségessé válik. Ez a második olyan, amit át kellett tervezni, második olyan projekt, amit át kellett tervezni. Az egyik ugye a nagy kiállító tér, ott ugye az volt, elfelejtettünk válaszolni arra a műsorban feltett kérdésre, hogy mit lehet kezdeni annak a tervével, ezt most kidobják, és abból lesz egy új. Most a nagy kiállító téret kérdezik. Igen, mert arra nem tértünk vissza, és ez egy elég konkrét kérdés volt. Én azt gondolom, hogy nem kidobni kell, de nem tudjuk használni. Tehát én nem tartom azt valószínűnek és megvalósíthatónak, hogy egy korábban egy adott helyszínet tervezett épületet valósítsunk meg egy másik helyszínen. Ahogy mondtam, nem is arról van szó, hogy a H-variációban emlegetett nagykiáltó tér összes funkcióját át kéne tenni a Zsolnaiba, hanem arról van szó, hogy annak egy részét az időszaki kiáltásokra alkalmas kb. 1000-1100 négyzetmétert kell a Zsolnai negyedben biztosítani. Jó, akkor nézzük a konferencia központot. Először is körülbelül 2 milliárd forinttal lett kisebb a költségvetés. Miért kellett ezt a költségvetést csökkenteni? Ne így induljunk neki, hogy kellett. Arról van szó, hogy a sokat megkérdőjelezett szakértői tanulmány, ez a bizonyos 320 milliós tanulmány, pontosan ez volt a célja, hogy vizsgálja meg azokat az eredeti elképzeléseket, amelyek álomszerűen léteztek, és közgazdasági, megvalósíthatósági és fenntarthatósági szempontok alapján mondja meg, hogy mi az, ami itt ebben a városban működőképes. Hiszen az Európai Unió feltételként szabja, hogy 5 évre előre meg kell mondanunk, hogy ki hogyan fogja fenntartani az adott intézményt. Jó, akkor mitől ha túl nagy, nem fenntartható. Tehát attól lett kevesebb, hogy racionalizálták a szakértők a tervezőkkel közösen a felületeket. Tehát a tervezőkkel közösen, igen. Tehát nem kérdés, hogy meg lehet-e építeni. Igen, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy funkciósérelem nélkül valósul meg a projekt. Akkor mi tehát lesz egy teljes értékű konferencia és koncertterem, és még az a kívánság is teljesül, ami ugye nagyon sokszor megfogalmazódott a Pannon filharmonikusok részéről, a lakosság részéről, a zeneszeretők részéről, hogy ne legyen 1000 főnél kisebb a befogadó képessége, egész pontosan 1115 fő fér el majd egy koncert alkalmával. Ez nagyon jó hír. Nagyon igyekeztünk, hogy ez megvalósuljon. Korábban kénytelen voltam azt mondani, hogy 800 és 1000 között lesz, de sikerült ezt elérni, hogy 1115 fő legyen, míg konferencia helyszínként pedig 860 fős lesz a befogadó képessége. Hogy egy példát mondjak, olyan dolgokkal kellett trükközni, hogy ugye biztosítani kellett próbatermeket ebben az épületben, el kellett helyezni a Pannon filharmonikusok székházát és intézményeit, ezért például azt a megoldást választották a szakértők, hogy maga a színpad is lehet egy önálló szekcióterem, leválasztható. Még egy fontos dolog. A konferencia funkció ugyanolyan egyenértékűen fontos, mint a koncert funkció. Ahhoz, hogy itt megfelelő számú konferenciát tudjunk szervezni, már most a közeljövőben létre kell hozni azt a menedzsmentet, aki már most beviszi a nemzetközi köztudatba, hogy itt épül egy modern, 21. századnak megfelelő. Ezt még nem tudom megnevezni, ez majd egy döntés kérdés, hogy hogyan választja ki a város pontosabban ezt a menedzsmentet, ezt a vezetőt. De a lényeg az, hogy már most be kell vinni a nemzetközi vérkeringésbe ezt a lehetőséget, és azért, hogy ez a konferencia központ minden nemzetközi konferenciának helyt tudna adni, egy spanyol szakértő cég, egyébként spanyol kormányzati pénz alapján, ennyit a nemzetközi megítélésről, tehát spanyol kormányzati pénzből egy szakértő cég auditálja az elkészült terveket, hogy minden feltételnek megfeleljen, amit egy nemzetközi konferencia igényel. Azt a céget, amelyik fogja vezetni? Nem. Amelyik... Az a céget, egy szakértő céget, amik a világban már nagyon sok konferenciát, termet épített, ja, megfizeti a spanyol kormány, hogy auditálja az elkészült terveket, mondok egy példát, hogy érthető legyen. Ahhoz, hogy szívsebész konferencia legyen például
hogy mondjak valamit, amihez nem értek Pécset, ahhoz olyan csatlakozók kellenek, amelyekre mi esetleg nem is gondoltunk. Ez a spanyol auditáló cég megmondja, hogy 3 olyan kütyüt kell beszerelni a falba, ahova mondjuk a sívsebészeknek dolgozó cégek a termékeiket tudják bemutatni. Hiszen a konferenciákon nem csak szakmai kérdésekről beszélnek, elkísérik őket a gyártók, a forgalmazók, esetleg ők finanszírozzák, mint tudjuk, és ezért ennek meg kell felelnünk. Sőt, hát mondjuk a televíziós közvetítésekre nem volna baj, hogyha alkalmasra lehetne tenni egy ilyen termet, hiszen mondjuk mi rendszeresen szoktunk szívsebész konferenciákon, vagy sebész konferenciákon, műtőkonferencia kapcsolatban közvetíteni. Tehát ez szokásos tevékenységünk. No, akkor ezek jó hírek. A legjobb hír az ugye az, hogy ma kiírták a közbeszerzési, elfogadták a közbeszerzési pályázat kiírási tervét. Így van. Jó, mondtam? Igen. Bonyolultak ezek a dolgok. Nagyon sok e-mailünk, vagy SMS-ünk jött. Én a programokra még két másik ügy után térnék, de a közterek, parkok is kellenek. Most mennénk gyorsan a regionális könyvtár és tudásközpont ügyre. Ez a városnak ugye a legkisebb megterhelést fogja róni, de mielőtt tovább megyünk. Most majd belém szorult egy kérdés. Ez megint egy vitapont lesz, ez a menedzsment cég itt a konferencia központ körül, nem? Van itt elég okos ember Pécsett ahhoz, hogy ezt megcsinálja? Ön most provokál engem. Igen. Én azt gondolom, hogy van. Igen. Én azt gondolom, hogy van, de ez nem okosság kérdése. Én azt gondolom, hogy olyan menedzsment kell bármelyik intézmény élére, aki olyan módon tudja menedzselni, üzleti alapon gondolkodva ezt az intézményt is, hogy a szakértők által előírt évi sok tucat konferenciát meg tudja szervezni, megfelelő helyszínt tud neki biztosítani, és be tudja vinni ezt a konferenciatermet is a zenei funkcióval együtt a nemzetközi vérkeringésbe. Én azt gondolom, hogy szakmai feltételeket kell szabni, amikor a menedzsmentet kiválasztják. Köszönöm. Akkor most menjünk tovább a regionális könyvtár és tudásközpontra. Jelenlegi piacpályán megépülő regionális könyvtár és tudásközpont eredetileg 4,9 milliárdból épült volna meg. Ám a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után ezt az összeget 4,6 milliárdra csökkentették. A tervpályázaton ennél a projektnél is fővárosi nyertest hirdettek tavaly áprilisban. A Balázs Mihály vezette építéscsapat tervei valósulhatnak meg. A 10.000 négyzetméteres épületben kap helyet a megyei és a városi könyvtár, valamint a Pécsi Tudományegyetem központi könyvtára, valamint a jogi és a közgazdaságtudományi kar bibliotékája. Miután a tudásközpontnak több szereplője is van, ez a beruházás kerül a legkevesebbe a városnak, csupán 74 millió forintjába. Korábban a beruházók azt tervezték, hogy az engedélyes tervek 2007 végére elkészülnek, az építkezés pedig idén nyáron elkezdődhet, és az épület év végére már szerkezetkészen állni fog. Ebben is tovább lépés történt ma a közbeszerzés ügyében, ugye? Igen, részben abban, de azt gondolom, hogy a legfontosabb mai esemény az az, hogy a megyei közgyűlésen második pontként tárgyalták ezt a projektet, és nagyon határozottan deklarálta elnök úr, és a közgyűlés egyhangulag azt szavazta meg, hogy ebben tovább mennek. A három fél, tehát a megye, az egyetem és a város között korábban előkészített együttműködési megállapodást a megyei közgyűlés jóváhagyta, és deklarálták, ahogy mondom, hogy ebben tovább is együttműködünk, és részt vesznek benne aktívan. Én azt gondolom, ez egy nagyon jó hír. Oké. Közterek és parkok következik. Ezt nézzük meg először, és utána olvasnám azokat az SMS-eket, amik ezzel kapcsolatosak. Közben gratulálnak az ön új frizurájához. Tessék. A közterek és parkok program az egyetlen, ahol eddig nem csökkent a pályázatban megfogalmazott beruházási összeg.
7 milliárd 400 millió forintból a városban 370 ezer négyzetméter közterület és 170 ezer négyzetméter zöld terület újul meg. A Tettye és az Uránváros köztereinek megújítását célzó tervpályázatot tavaly november végén lezárták. Előbbit az S73 tervezőiroda, utóbbit a Lépték terv tájépítésziroda és a közlekedési Kft. Nyerte. A Pécs-Megyer tervpályázat eredményhirdetése február 8-án lesz. A városközpont megújítását célzó pályázat megjelenése folyamatban van. Ennek keretében újra fogalmazzák a közterületeket a Széchenyi tértől a vasútállomásig. Új arculatot kap a kórház tér környéke. A Király utca végig sétáló utca lesz, és átalakul a Búza tér környéke. Az Indoház tér és környékére, Pécs-Meszesre és a Balokányra márciusban írják ki a pályázatokat. A közterek és parkok az egyik leglátványosabb projekt lesz egyébként. Tehát szerintem ezt fogjuk talán a legjobban szeretni azonnal, hogyha ezek szépek és jók lesznek. Mit lehet még ezekről tudni? Az, hogy mi szép, az azonban nagyon szubjektív dolog. Persze. Tehát a legjobban ezt fogja szeretni a lakosság, bízom benne, de a legnagyobb viták ezzel kapcsolatban lesznek. Még nem találkoztam két egyforma véleménnyel azzal kapcsolatban, hogy a Széchenyi teret hogyan kéne átépíteni. Egy dolog, amiben mindenki egyetért, hogy a dzsámit nem kéne arrébb tenni, de erre úgy tudom, hogy garancia is van, természetesen. A legfontosabb a közterek és parkok tekintetében pontosan az, hogy ez, ami a leginkább az embereket foglalkoztatja. Mindenki figyel persze a konferenciaközpontra, meg az egyéb zsolnaira, de igazán az érdekli, hogy ott, ahol ő lakik, mi fog történni. És azt gondolom, hogy ez így van rendjén. A szándékunk az, hogy ezek a közterek és parkok olyan módon újuljanak meg, hogy mondani szoktam, fűre lépni kötelező. Tehát itt sok-sok tízezer, százezer négyzetméteren új felületeket hozunk létre, forgalmat csökkentünk vagy tiltunk ki, mint például a Széchenyi térről. És ami a legfontosabb, hogy azt gondolom, hogy kötelességünk, hogy ezeken a területeken, elsősorban a belvárosban olyan felületeket hozunk létre, ahol a mozgássérült emberek ugyanolyan egyenértékűen tudnak érvényesülni, mozogni, szórakozni, részt venni a mindennapi életben, mint bárki más. Egy kérdés van, mikor indulnak ezek a programok? A programok, a beruházások maguk 2008 legvégén indulnak, és hogy mondtam, a legnagyobb ebből a Tettye és a Széchenyi, ezek is maximum 12 hónap alatt elkészülnek. Hoznak-e olyan szabályt, hogy meddig nem lehet fölbontani azokat a területeket, amiket most rendbe raknak? Miért kéne felbontani ezeket a területeket? Mert felbontják. Én nem látok okot arra, hogy ezt felbontsák, majd talán, amikor a következő LKF lesz Pécset. Tehát azért mondják fel, mert mondjuk elfelejtették kicserélni a gázvezetéket, a vízvezetéket, a csatornát, vagy egyebeket. Vezetnek benne mondjuk optikai kábelt, vagy ilyesmit. Természetesen, hogyha olyan rendellenesség történik a felszín alatt, ami miatt ez szükséges, akkor azt meg kell tenni. Egyébként pedig az a célunk, és nagyon határozottan ehhez ragaszkodunk, hogy csak olyan felületeket újítsunk meg, ahol van arra is forrás, hogy alatta a közöneket kezdjük cserélni. Ezt akartam igazából megkérdezni, csak lehet, hogy kicsit bonyolultan tettem. Azt kérdezik, hogy a Ferencesek utcáját csak nem hagyják ki, mert borzasztó az állapota. De én most nagyon sok mindent kérdeznék öntől, amit a nézők kérdeztek. Egy kicsit azt mondja. Úgyis erről beszélnék a következőkben. Milyen konkrét kulturális programok várhatóak a felvezető években és 2010-ben? Mi az és hol van a kulturális koncepció? Mi lesz akkor, ha a programok érdektelenségbe fulladnak? Miért nem fordítanak több figyelmet a kulturális animációra? Én ezt összefoglalva azt kérdezném, hogy mi a program, rendezvény, fenntartható, a kulturális fejlődés, mi ez, hogy program? Igen, azt gondolom, hogy talán a legfontosabb kérdéshez jutottunk most el a ma este folyamán. Az érdektelenségnél kezdeném. Én azt gondolom, hogy én erre nem számítok. Persze meg kell találni azt a mértéket, hogy mi az a mennyiségű program és műsor és rendezvény, amelyet egyébként egy 160 ezer fős város elvisel. És persze számítunk arra, hogy itt sok százezer, akár milliós nagyságrendben vendégeket fogunk vendégül látni itt Pécset, akár déli régióból, akár Európa más részeiről. Egy példát, hogy mondjak, Nagyszebben, amely az elmúlt évben volt Európa kultúrás fővárosa, ahol egyébként nem voltak beruházások, csak a főteret hozták rendbe, az első néhány hónapban óriási érdeklődés volt a programok iránt. Aztán egyszer csak rájöttek a szervezők, hogy le kell fékezni, mert a lakosság, ha nem is érdeklődni vált, de kicsit elfáradt.
nem lehet minden este jazzkoncertre és más programokra járni, egy ponton túl besokalnak. Én azt gondolom, hogy azt a mértéket kell megtalálni a programok és rendezvények között. Értem ez alatt, a program számomra azt jelenti, ami egy folyamatot jelöl, amelyik hosszú távra építkezik, és amely például az én elveim szerint hálózatokat hoz létre, beviszi a pécsi kultúra szereplőit nemzetközi rendszerekbe, és ezáltal a dolgot nem csak az épületeket, hanem ezt is fenntarthatóvá teszi. Rendezvénynek azt tekintem, amikor mondjuk José Carreras itt van, énekelhat az embernek, aztán a jetgépén elrepül. Meg kell találni azt a helyes arányt, ami arról szól, hogy milyen mértékben mutatjuk be a pécsi, a régiós és a magyar kultúrát a világnak, és milyen mértékben hozunk ide, importálunk külföldről olyan neves előadókat, amelyek miatt egyébként mások Pécsre is jöhetnek. Mások Pécsre jönnek, ide jönnek, megnézik a José Carreras-t, és elmennek, és elvittek annyi kulturális vásárlóerőt esetleg a városból, ami mondjuk itt még sok munkahelyet fenntartana. Én azt gondolom, hogy egy ilyen esemény, akkor mondhatjuk, hogy profi módon készítettük elő, és 2010-re ez be fog következni. Ha nem az a helyzet van, mint most volt mondjuk, amikor itt volt 6000 ember, keresték az éttermeket, és azok többnyire zárva voltak este 10 után. Vagy olyan csomagokat kell a jegy előtt árusítani, hogy itt maradjanak 1-2-3 vendég éjszakát, és tereljük őket egyébként Pécsen kívüli, esetleg villányi szórakozási lehetőségre, vagy akár Siklósra, vagy Szigetvárra. Tehát ez egy komplex turisztikai feladat is, azt gondolom, ez nem csak kulturális program. Az érdektelenség biztos, hogy nem a pécsiek érdektelenségére vonatkozott itt a programok tekintetében, hanem a nemzetközi érdeklődés hiányára, vagy attól való félelemre inkább. Mit lehet tudni, hogy ez most mennyire komoly ez a nemzetközi érdeklődés? Ma még azt gondolom, hogy arról kell beszélni, hogy fel kell tenni Pécset a nemzetközi térképre. Ha beszélünk külföldiekkel, akkor nem biztos, hogy pontosan tudják, hogy Pécs, vagy esetleg, ahogy úgy mondják, Pex, vagy hogy a törökök mondják, Pecs, hol van. Ha Isztambul nevét mondjuk el Európában, 10-ből 8-an tudják, Essen nevét, amelyik szintén főváros, ez kultúrás főváros 2010-ben, bizonyára tudják, hogy Németország. Tehát a kommunikáció első célja az kell, hogy legyen, hogy általán tudassuk, hogy Pécs hol van, mit tud adni a világnak. Ez a kommunikációs munka időben el fog indulni, bár a forrásai nagyon szűkösek lesznek, tehát nagyon sok alternatív megoldást kell találnunk, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani. A másik komoly kérdés, önöknek volt egy ígéretük, persze ez nem volt sehol leírva, hogy január 31-ig új főigazgatót fognak megnevezni. Az EK félére, ez nem történt meg. Új művészeti Ilyet igazgatót. A főigazgatót nem ígérte, de a művészetit igen. Igen. Ön megnevez új művészeti igazgatót, most 4 név szájra röppen, de ezt azért nem akarom megmondani ezt a 4 nevet, mert én, ha jól tudom, ezekkel az urakkal semmiféle megállapodás nincs. Nézze, Magyarországon az érdekes helyzet alakult ki, amikor információk, dokumentumok érdekes módon kirepülnek ablakokon és berepülnek szerkesztőségekbe. Én ilyenkor nem a szerkesztőségekre és nem az újságírókra haragszom, nekik ez a dolguk, és ügyesen dolgoznak, ha megtetik. Azokra haragszom, akik nem vigyáznak elég az információra, azokra még inkább, akik direkt dobták ki a papírrepülőt az ablakon, és megmondták, hogy hol kell leszállnia. De azt gondolom, hogy igazán semmi titok nincsen ebben. Nagyon fontos persze, hogyha valamit szeretnénk bejelenteni, akkor annak az időzítése nagyon nem mindegy. Főleg azért, mert akik ebben érintettek, azoknak a úgy tetszik, személyiség jogait is védeni kell egészen addig, amíg az egyesség nem jön létre. Én miattuk nem óvajtottam a nevüket megemlíteni. De tehát akkor mit tudunk elmondani most, ami azért korrekt? Én azt gondolom, hogy az ma már elmondható a hivatalos bejelentésig, hogy polgármester úrral egyeztetve az a megoldás látszik körvonalazódni, hogy nem egy egyszemélyi művészeti igazgatóság jön létre, hanem több személyt bíznánk meg, akik ezt a munkát közösen látnák el. Mindenképpen fontos a jelenlegi helyzetben különösen, hogy ezeknek a személyeknek a kinevezése úgy történjen meg, hogy ezt mindenképpen a kulturális vezetéssel egyeztessük, és a munkájukat el tudják kezdeni. A feladatuk az lesz, hogy március végére, április elére összeálljon az a művészeti koncepció, amely 2010-et meghatározza, és amely mentén építkezni tudunk. És azt gondolom, hogy az is fontos elmondani, hogy ez egy tévhit, amit nagyon sokan hangoztatnak, hogy a nagyvilágsztárok naptárai már beteltek. Nagyon fontos
azt gondolom, hogy ki keresi meg ezeket a világsztárokat, és hogy az előbb beszéltünk róla, hiszen nem mind világsztár lesz, aki idejön, hanem többnyire arra törekszünk, hogy a pécsi kultúrát, a pécsi művészeket mutassuk meg a világnak. Mi lesz a 2008-ra meghirdetett programokkal, mi lesz a 2009-es programokkal, amelyeket már most kéne legalább pályázni ahhoz, hogy 2009-ben legyen belőle valami? Válaszok külön a két dolgot. 2008 tekintetében egy érdekes helyzet alakult ki, amikor Méhes Márton lemondott, hiszen azt megelőzően a Kutatásbizottság jóváhagyta a 2008-as programokat. Ebből adódóan én azt javasoltam, és ezt is tettük, hogy tiszteletben tartottuk ezt a döntést, és ezért éppen az elmúlt napokban kimentek azok a levelek, amely értesítette a pályázókat arról, hogy milyen összeg áll rendelkezésre, hogyan tudnak pályázatban megnyert pénzzel gazdálkodni, és egy fontos dolgot még hozzátettünk, hogy a korábbi problémát okozó utófinanszírozás mellett lehetővé tesszük azt, hiszen folytatunk tárgyalásokat pénzügyi intézetekkel, hogy nagyon szerény díjazás ellenében előfinanszírozzák megfelelő garanciákkal, amelyet mi adunk a pályázók munkáját. Mit jelent ez a szerény díjazás? Ki kapja a szerény díjazást? A szerény díjazás a pénzügyi intézet kapja, nevezetesen 1%-ot kap. Alacsony kamatra? Nem kamat, egy 1%-os ügyintézési díjért előfinanszíroznak ezek az intézetek. Ez egy elég hasznos ajánlat. Nagyon sok komoly segítség a pályázóknak, és igen, azt mondom, hogy ez jó viszonyra fog találni. Azt hiszem, hogy az időnk végéhez érünk, és nem is tudjuk most folytatni tovább a programokkal, pedig kellene. Tehát én arra kérem önt, hogy folytassuk ezt egy későbbi időpontban, nagyon rövidesen. Talán mikor majd meglesznek az igazgatók, akkor akár velük együtt, vagy önnel személyesen folytassuk ezt a beszélgetést. Sok kérdés van még. Én azt ígérhetem-e az ön nevében, vagy kérhetem-e önt, hogy ígérje meg kedves nézőinknek, hogy a nem megválaszolt kérdésekre megválaszol. Azt tudom mondani a nézőknek, hogy mi az igazság a prémiumával kapcsolatban, erről már beszéltünk, nem kap prémiumot ön, legalábbis majd csak legfeljebb akkor, ha egy 18 feltételes ügyet megoldott. Tehát 18 feltételnek megfelelt, csak összefoglalom, hogy miről beszéltünk eddig, mert vannak olyan kérdések, amikről már rég beszéltünk, és van még néhány másik kérdés, amit már említettünk, de kedves nézőink látták ezeket, ön meg fogja kapni. Egyetlen egy dolog van, amiről mindenképpen kell beszélni, ez pedig ez a kommunikációja ennek az egésznek. Nem gondolja ön, hogy a hozzáállás és az LKF körül kialakult, hogy mondjam, ilyen pesszimizmus az a kommunikáció, vagy a nem kommunikálható dolgok miatt jött létre? Én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos a kommunikáció. Nagyon fontos a tartalom is, de nagyon fontos az, hogy azt hogyan csomagoljuk be és hogyan kommunikáljuk. Én azt gondolom, hogy ahogy korábban beszéltünk a beruházásokról, az egy rossz irány volt, amikor a korábbi kommunikáció erre fektette a hangsúlyt, ezért alakult az ki, hogy ma a Pécs lakosság azt várja, hogy mikor jelennek meg a daruk százai az építési területeken, mert akkor tekintik majd azt, hogy ez siker és elkezdődött valami. Igen, a kommunikációra nagy hangsúlyt kell fektetni, és én abban bízom, hogy az elmúlt 8 hónapban talán valami látszódik abból, hogy hogyan nyúltunk ez a témához hozzá kollégáimmal. Hiszen létrejött, nézzük végig, létrejött,